Sziasztok! Egy nagyon fontos kérdésről szeretnék egy pár percben beszélni, és ez pedig az, hogy találkozunk olyan emberekkel, akik gyengítenek minket, akik elvesznek az energiánkból, illetve találkozunk olyanokkal, akik pedig feltöltenek. Én azt veszem észre, hogy a mindennapokban elég könnyen el tudjuk dönteni azt, hogy ki melyik kategóriába tartozik, és ezt egy ilyen régi technika segítségével szoktam én is megnézni, hogy megfigyelem magam, mielőtt találkozom valakivel, hogy hogy érzem magam, mennyire vagyok pozitív, motivált, mennyire érzem magabiztosnak magam, mennyire vagyok tele jó érzésekkel, és aztán utána, amikor találkoztam valakivel, akkor utána is megvizsgálom ezeket az érzéseket. Nagyon izgalmas dolog szerintem megnézni azt, hogy többé vagy kevesebbé válunk egy találkozás a másik által. Az természetes, hogy nem mindig lehet a másiknak jó kedve, nem mindig adhat nekünk plusz dolgokat, nem mindig lehet egyformán empatikus, odafigyelő valaki. Tehát nem arról beszélek, hogy ha valaki egyszer egy kicsit kapni akar inkább egy találkozásból, akkor avval bármi baj lenne. Sokkal inkább arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy vegyétek észre, amikor olyan ismerősötök vannak, akivel 10-ből 10-szer ugyanaz a dolog történik. Milyen érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik 10-ből 10-szer mindig panaszkodnak például, és emiatt a ti figyelmeteket is az ilyen dolgok felé irányítják, tehát az élet nehéz dolgaira fordítják a fókuszt. Aztán vannak olyan emberek, akik állandóan segítséget akarnak kapni, és bármit tesztek, semmi sem jó nekik, soha nem élitek meg azt, hogy jaj, de jó, hogy segítettetek, és akkor ezáltal valami jó dolgot idéztetek elő, hanem újra és újra csak a problémák jönnek elő, és az illető azt érezteti, hogy bármit teszel, az nem elég jó. Ilyenkor ugye az ő tehetetlenségét élitek meg, együtt vesztek részt vele egy ilyen tehetetlen helyzetben. Aztán vannak kifejezetten olyan emberek, akik nem jó indulatúak, ugye erről az előző videóimban már beszéltem, akiknek biztos, hogy nem az a célja, hogy építsenek titeket, hanem sokkal inkább az, hogy elbizonytalanítsanak, hogy olyan rossz érzéseket keltsenek bennetek, amiket ők éreznek saját magukkal kapcsolatban. Tehát az a személy, aki nem azt keresi, hogy megértse, hogy te mit miért csinálsz, az a személy, aki nem közelebb akar kerülni a megoldáshoz, aki nem azt mondja, hogy ez és ez jó, amit csinálsz, csináljuk ezt még jobban, hanem sokkal inkább azt domborítja állandóan, hogy miért semmiképp sem jó, amit te teszel, szintén egy ilyen gyengítő dolog. És az merült föl bennem, hogy egy kicsit beszélek nektek erről, hogy miért is kellene ilyen emberekkel kapcsolatot tartani, miért is kellene az ilyen emberek véleményére állandóan hallgatni. Most persze nem arról beszélek, hogy szakítsuk meg a kapcsolatot olyan emberekkel, akik kritikusak velünk kapcsolatban, hanem arról, hogyha valaki szánszadékkal romboló, akkor nem önsorsrontása az ilyen emberekkel újra és újra találkozni. Vagy hogyha megnézem, hogy kik, miket kommentelnek rólunk, az olyan emberek, akik mindig bántó, rontó, gyengítő szándékkal szólnak hozzá, kell-e őket megtartani valóban a barátaink között? Vagy pedig el kell azon gondolkodni, hogy miről is szól ez a kapcsolat. Én mindig annak a híve vagyok, hogy először üljünk le, beszéljük meg, hogy próbáljatok közelebb lépni az ilyen emberekhez, és pont azt tegyétek meg, amit ők nem. Tehát ti tegyétek meg azt az erőfeszítést, hogy nem csak a rosszat látjátok ebben, hanem megpróbáljátok megérteni az indítékaikat, hogyha mindig negatívak veletek kapcsolatban, hogy vajon mi készíteti őket erre, hogy valóban ti képviseltek valamit, ami ennyire irritáló, vagy pedig tőletek függetlenül ő egyszerűen csak bántani akar. És azt gondolom, hogy kapcsolatot megszakítani, vagy távolabb lépni akkor érdemes, amikor már mindent megpróbáltatok, hogy ezt a helyzetet javítsátok, vagy megoldjátok, és semmiképpen nem sikerül. Ugyanakkor fontos beszélni a másik oldalról, hogy mennyire érdekes, hogy vannak emberek, akikkel bármikor találkozom, mindig jó érzést keltenek benned. Akármilyen problémátok van, ha vele megbeszélitek, bár nem oldódott meg, de valahogy mégis derűsebben látjátok a világot, valahogy optimistábban tudtok tovább lépni valamivel kapcsolatban. Az ilyen emberek nem megoldanak kérdéseket az életetekben, hanem egyszerűen a figyelmeteket az olyan oldalaitok felé fordítják, amik erősek, amik jók, amik továbbvívők. Tehát önmagában nem az a kérdés, hogy a másik ember jó vagy nem jó, hanem az, hogy mire késztett téged. És azok az emberek nagyon építőek a környezetünkben, akik képesek arra, hogy olyan tulajdonságainkat erősítsék fel, illetve hogy a figyelmünket odafelé fordítsák, ahol megéljük az erőnket, az értékeinket, azt, hogy klasszak vagyunk, azt, hogy esetleg képesek vagyunk megoldani egy olyan helyzetet, amiről nem is gondoltuk, hogy esetleg meg tudjuk oldani.
Tehát ez egy izgalmas gyakorlat lehet, hogyha erre figyeltek a következő napokban, hogy ki, hogyan erősít vagy gyengítiteket, és hogyha többet tudtok olyan emberekkel találkozni, olyan időket ráfordítani a titeket építő emberekre, amiket korábban mondjuk elpocsékoltatok másra, akkor lehet, hogy ti is észreveszitek, hogy mennyivel jobban érzitek majd magatokat. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szép napot kívánok nektek, sziasztok!